reggeli személy. Hát méghozzá Virág Andrea, az a Republikon intézet stratégiai igazgatója, mert hogy előválasztás vége, ugye már az utolsó pillanatokban próbáltak ismerőseim szavazni, de hát nyilván nem az utolsó pillanatokra kell hagyni, mert hogy pánikrohamtól tartva visszafordultak, úgyhogy plusz kettőt hozzá kell adni majd azokhoz, aki. De hogy kezdjük az elején, hát elég érdekes volt az összeomlás volt ugye ennek a kulcs momentuma, aminek hát ugye két magyarázata született, egy nyilván a kormány által megrendelt kínai, orosz, stb., kinek mi szimpatikus hacker támadás, egy úgynevezett nem hagyományos túlterheléses támadás, illetve az annyira bénák voltak, hogy nem tudtak csinálni maguknak egy rendes rendszert, és hát maga a szavazás volt, ami összeroppantotta ezt. Amilyen szörnyeteg vagyok, tehát én nem döntenék a kettő között, tehát nem vagyok elkötelezve egyik magyarázat fel sem, és nem is biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni, de nagyszerű alkalmat biztosít mindenki számára, hogy a saját magának megmagyarázza ezt. Így van, jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Igen, ugye jó kérdés, hogy mi történt tulajdonképpen ott azon a szombati napon, amikor elvileg el kellett volna indulni az előválasztásnak. Ugye azóta az A-hang közreadott egy elemzést arról, hogy, valamilyen típusú túlterheléses támadás érte az előválasztást, igen, ennek eredetéről. Azt hiszem, hogy erről keveset tudunk, és én informatikához nem értő személyként nem is feltételezem, hogy meg fogom érteni valaha, hogy pontosan mi történt. Az biztos, hogy ugye itt igazából ugye érdekes módon talán annál, mint hogy pontosan mi történt, miközben ez nagyon fontos, most az előválasztás szempontjából fontosabb volt, meg talán még mindig fontosabb ennek az interpretációja. Aha. Pontosan ahogy mondtad is, hogy az egyik oldal a bénázást látta a történetben, a másik oldal pedig egy tudatos támadást. Én azt gondoltam akkor, amikor ez az egész összeomlás igazából megtörtént, hogy nagyon kétélű fegyver, amit az ellenzék, illetve a szervezők kezdtek el kommunikálni erről az egészről, az, hogy egy valószínűleg kormány által szervezett támadás zajlott. Ugyanis egyrészt persze ez összeránthatja az ellenzéki szavazókat, kicsit feltüzelheti őket, ugye, ha azt érzik, hogy támadás alatt áll ez a rendszer, a kormány még ebbe is bele akar szólni. Azt talán esetleg még olyanokat is, akik nem döntötték el, hogy részt vesznek-e, lelkesíthet arra, hogy menjünk és álljunk ki magunkért. Mm-hmm. Másik oldalról viszont, ugye, még az előválasztás előtt már jóval igazából évekig volt téma az, hogy fog kinézni az adatbiztonság, ki fogja kezelni az adatokat, főleg az online szavazásba, hogy nem fog belenyúlni a Fidesz, hogy nem fogják látni azt, hogy ki szavazott, és ki és méghozzá kire szavazott. Tehát sok ilyen kérdés volt, és én személy szerint azért tartottam tőle, hogy ez sokakat elbizonytalaníthat abban, hogy felmerje ezt vállalni, elmerjene menni erre az előválasztásra. És természetesen sosem fogjuk megtudni, hogy mekkora lett volna a részvétel, ha ez a bizonyos első napi, vagy most már nevezhetjük, a mínusz egyedik napi. Végül is ki, tehát meg volt ahhoz így is, úgy is. Igen, igen, hogyha ez nem történt volna. Ugyanakkor végső soron azért azt látjuk, hogy ez a összesen ugye 633 ezres részvétel, ez azért nagyon jónak mondható. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok és a szervezők azért elégedettek lehetnek ezzel a számmal. Szóval végső soron azt azért kijelenthetjük, hogy nagyon sokat nem ártott ez az első mínusz egyedik napi összeomlás. Én sokkal rosszabb számokra gondoltam. Egészen, hogy is mondjam, tehát gyakorlatilag egy töredékére gondoltam ennek a 630-es számnak. Ugye ez azért is szép, mert hogy ugye, mint minden rendes népmesében, ugye 633 ezernél állt meg, a vadászati kiállítást pedig 650 ezeren látogatták meg, és a Stop Gyurcsány pedig 700 ezeren írták alá, tehát azért ez egészen fantasztikus, hogy hát lássuk be, minden tekintetben alul maradt, nem tudom, hogy miért, vagy milyen összehasonlítás lehet ezek között a dolgok között, de a számok azok önmagukban elegendők, hogy az ellenzék 633 ezer, és egyébként 650 és 700 ezer, nyilván semmi jelentősége nincsen, illetve hogy talán az az ígéret, hogyha elég összegyűlik elég aláírás a Stop Gyurcsánnyal, akkor Gyurcsány ez hoppan állni fog, és így eltűnik egy ilyen füstködben majd, és soha többé nem látjuk. De hogy a kommunikáció ennek borzasztó érdekes volt, tehát hogy egyrészt ugye működött az, hogy ez teljesen érdektelen. Tehát folyamatos ez előválasztás, mármint a kormányzat, illetve az üzenőfüzetekben a megjegyzések, ugye
először, ez valami teljes, baj, ott játszadoznak, hiszen egyrészt minden eldőlt előre, ugye a kedvencem volt az a hosszabbok fejtés, miszerint akkor is Gyurcsány nyer, ha Gyurcsány veszít. Tehát volt egy ilyen gyönyörű levezetés az elején, tehát teljesen érdektelen. Másrészt pedig komoly telefonos kampány indult, ugye alatta a választás, hogy ne menjenek el az előválasztásra, ami hát ugye némelyek cáfolta azt, hogy ez számukra mennyire nem érdekes. És visszatérve picit a számok alakulására, én az utolsó napon csináltam ilyen interjúkat képviselő jelöltekkel vidéken, és ők azt mondták, hogy nagyon furcsa, volt egy furcsa jelenség, hogy így kisebb helyeken, ugye nyilván, ahogy ismerik egymást az emberek, így nézegették egymást, és egyszer csak valaki elment. És akkor azt nézik, hogy elment a szomszéd, és akkor elmegyek. És ugye azt mondják, hogy volt a végén egy ilyen nagy ugrás, amikor az emberek azt mondták, hogy hát akkor talán nem is kell félni, tették fel magukba a kérdést. Igen, valószínűleg volt egy ilyen átszakadagát jelenség, amikor valaki egy-két ember elmegy, és aztán több ember felbátorodik. Nyilván főleg ez tényleg mondjuk nem Budapesten, nem, vagy a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken számít. Azért tudjuk, hogy van egy ilyen típusú félelem, hogy az ember még azt se akarja felvállalni, hogy elmegy egy ilyen szavazásra. Az már tényleg egy következő kérdés, hogy az ellenzéken belül kire szavaz, de egyáltalán ezt az ellenzéki létet nehéz felvállalni, és talán pont ez, amit az előválasztásnak sikerült egy kicsit átütnie talán, és megváltoztatni az élményt. Ugye ez messzire vezet ez a kérdés biztosan, de az elmúlt évtizedben egészen biztosan azt láttuk az országban, én úgy gondolom, hogy büszke fideszesnek lehet lenni, vannak kormánypárti szavazók, akik ezt boldogan és büszkén és nyíltan felvállalják. Olyanok, akik az ellenzékiségüket vállalják fel büszkén, abból talán kicsit kevesebb van, és főleg ugye a kis településeken. Hogyne. Ott abszolút ugye ez nem egy menő dolog, hogy... Azokról a kis településekről beszélünk, ahol a szomszéd városba kell menni gyógyszertárba az antidepresszánsért, mert ha valakiről kiderül, hogy pszichológus vagy pszichiáternél járt, akkor annak vége. Tehát azért ez egy nagyon furcsa közösség még mindig. És ezen segíthetett azért, hogy már az első napokban is ugye elég magas volt a részvétel, ott ugye végül is, amikor múlt hét hétfő kedden elindult a szavazás, akkor ugye már ott az első napokban ilyen 70 ezres részvételek voltak, ha jól emlékszem. Az, hogy és ez kitartott, ugye hétvégén is nagyon magas volt a részvétel, főleg szombaton, valószínűleg ugye ez is segített nagyon a kis településen élő ellenzéki szavazók lelki állapot, vagy egyáltalán azon, hogy ezt felmerjék vállalni, hogy azt látták, hogy ez működik, hogy sokan vannak, nem kudarc, és akkor felbátorodtak, hogy tényleg el lehet menni és beleszólni ebbe az egész folyamatba. Ugye ezt sokszor mondtuk tényleg már lehet, hogy a hallgatók is talán unják, de a Republikon Intézet ugye elég régóta harcolt az előválasztásért, vagy legalábbis javasolta, hogy egy ilyen típusú előválasztással kellene az országgyűlési választások előtt kiválasztani a jelölteket. És ezt mi mindig hangsúlyoztuk, hogy az egy dolog, hogy ez megoldja azt a technikai problémát, hogy egy jelölt álljon szembe a 106 körzetben. Uh-huh. Persze, ez nagyon fontos. Hát ez főleg ugye a módosítás után, ez gyakorlatilag nincs más megoldás. Hát igen, ez egy beugró szint. Milyen érvei voltak még egyébként? A Republikon Intézetnek milyen érvei voltak emellett? Ugye mi nagyon határozottan amellett érveltünk, hogy ugye az ellenzék egész egyszerűen tematizációs hátrányban van a kormánypárttal szemben, nem tudja egész egyszerűen diktálni azt, hogy miről szóljon a magyar politika. 10 éve azt látjuk, hogy a Fidesz eldönti, hogy most éppen Soros Györgyről, a menekültekről, az Európai Unióról, vagy éppen az LMBTQ közösségről kell beszélni, és ugye főleg utálni őket, vagy nem, és az ellenzék erre reagál, de a saját témáit nem tudja előhozni. Még olyan nagyszerű zicserek esetén sem, mint a Pegasus ügy, vagy a Borkai ügy, azt láttuk, hogy felröppen, ugye az is inkább a médiának köszönhetően, mint a politikusoknak, de szépen elcsöndesedik. Pontosan, ezek egy-két hétig maximum tartó ügyek, és utána elhalnak. Ennek sok oka van persze, azon kívül, hogy az ellenzék szerintem sok ponton elrontotta ezeket az ügyeket, ezen kívül persze van egy óriási média hátránya az ellenzéknek, erőforrás hátránya, tehát sok szempontból nehéz dolguk van, de pont azért, mert ahogy szoktuk mondani, lejt a pálya sok szempontból, ezért kell olyan innovatív megoldásokat találni, amik ezt ellensúlyozni tudják, mert azt láttuk, hogy a hagyományos módszerekkel, a
politizálás és az ellenzéki politizálása hagyományos medrében folytogál tovább, azzal ezeket a típusú problémákat nem tudják megoldani. Nem tudják elérni a szavazókat, tényleg kialakulnak ilyen véleménybuborékok, ahol a Fidesz szavazók fogyasztják a kormánymédiát, ami ugye jelentősen nagyobb számban képviseli magát, mint a kormánytól független média. Az ellenzéki szavazók pedig a kormány független médiából tájékozódnak nagy részt, és persze ugye vannak a bizonytalanok, akik vagy nem tájékozódnak, vagy esetleg innen is, onnan is, ugye ott már bonyolultabb a kép. De ugye az egyértelmű volt, hogy ahhoz, hogy az ellenzék egyáltalán bármilyen eséllyel menjen neki a 2022-es választásoknak, ahhoz egyrészt ezt a fragmentációt, ami jellemző az ellenzékre egy évtizede, amióta 2010 óta a Fidesz átvette a hatalmat, azt egyrészt le kell küzdeni, ez tényleg a beugrószint, a másik pedig, hogy egész egyszerűen el kell jutniuk a választókig, meg kell ismertetniük a saját programjukat, a saját politikusaikat, a saját témáikat kell elkezdeni elvinni olyan helyekre is, ahová eddig nem jutott el. És erre az előválasztás egy alkalmas eszköz, szerintem ezt láttuk is az elmúlt hetekben, hogy tényleg olyan médiafigyelmet tudott generálni az ellenzék ezáltal, amit szerintem bármilyen más üggyel, akcióval, amit ebben az időszakban csinálni tudott volna, biztos, hogy nem ért volna el. De ha csak belegondolunk abba, hogy az most egy dolog, hogy az elmúlt két hétben, hogy közel két hétben, ha az ember járt-kelt, ugye nyilván a nagyvárosokban ez gyakoribb, de a kis településeken is, akkor látott szavazósátrakat. Látta, hogy ott vannak ezek a szavazósátrak, amit az ellenzék üzemeltet, ugye mellette kint voltak a különböző jelöltek zászlói, pultjai, ugye ugyanez volt az aláírásgyűjtésnél is, tehát ez nem csak erre az időszakra korlátozódik, erre a mondjuk 10 napra, amíg a szavazás zajlott, hanem már bőven előtte is mind a 106 körzetben voltak, ugye csak pár olyan körzet volt, ahol nem volt több jelölt, azaz mondjuk érdemi egyéni kampány nem volt, ugye azt hiszem végül 11 ilyen körzet volt, a többiben volt érdemi kampány, ott voltak a pártok jelöltjei, ott voltak a piacokon, a köztereken, találkoztak a szavazókkal. Ha úgy tetszik, ez az egész folyamat az ellenzéket belekényszerítette abba, hogy elvégezze azt a munkát, amit igazából 10 éve nem végzett el. Ugye voltak ezek bajaim, tehát egyrészt az, hogy ez egy innováció, azt mondjuk, oké, és hol a többi? Tehát azt gondolom, hogy ez önmagában azért, tehát azt vártam, hogy egy ötletparádé lesz, hát könyörgöm, hát azért más, ha más nincs, akkor agyuk legyen. A másik pedig az, hogy a kampány során, tehát az előválasztási kampányok során egyszerűen nem vették a fáradtságot azt, hogy egy DK-s fogjon maga mellé egy momentumost, és úgy menjen le egy bizonyos helyre, hanem mindenki külön tolta, és nem, ugye itt az lett volna a lényeg, hogy pont ezt az összefogást próbálják valamilyen súlykolni, de ezt nem láttam. Mert én azt gondolom, hogy ez még nem feltétlenül az összefogásról szól. Tehát ez egy ilyen szempontból tényleg faramúci helyzet, mert miközben már együtt készülnek 22-re, és közös lista, közös program, közös minden, közben ez most még, ha úgy tetszik, akkor azért a viták időszaka. Itt most azért mégiscsak egymás ellenfelei, ezt ki kell mondani szerintem. Tehát nem szabad úgy tenni most, mint hogyha itt ne lennének érdekellentétek. Igen, a pártok között. Próbálom azt mondani, hogy az éppen a jobbikosoknak találkozom, hogy nem vagyunk barátok. Tehát ez nem fontos lenne, de ez nem arról szól. Tehát ugye, jajta, hát ott ül a Sztálini, meg ezért, hát nem mondanám, hogy azért, de hát bizony egy bizonyos helyzet megoldásában is semmiképpen nem szeretném a harmadik birodalomhoz hasonlítani ezzel a Magyarországot, mielőtt valaki eszébe jutna. De hogy minden esetre ez egy stratégiai partnerség, ami utána hát valószínűleg nem fog fennállni örökre. Persze, ez egy stratégiai partner, ami egész egyszerűen matematikai racionalitásból következik, a választási rendszer sajátosságából, meg még csomó más dologból, ami jellemző most a magyar politikai rendszerre. Azért azt hozzá kell tenni, hogy alapvető kérdésekben azért az ellenzéki pártok tényleg egyetértenek, vagy sok alapvetők, inkább így fogalmazok, igen, hogy jó, sok igen, alapvető. Mindenkinek eszébe jutott a Jobbik, igen. Igen. Tehát sok olyan kérdés van, amiben egyetértenek, és persze, hogy vannak vitás kérdések, persze, hogy vannak egyéni politikai érdekek. Ugye itt az, hogy kinek mekkora frakciója lesz, majd ugye még el kell dönteni a lista kérdését, az sem lesz egy könnyű. Tehát itt azért azt látni kell szerintem, hogy attól még, mert ez a 6 párt közös listán
indul közös jelöltekkel, közös miniszterelnök jelöltekkel. Attól függetlenül ezek még szervezetileg külön pártok jelenleg, és önálló politikai érdekeik vannak, és ezt lehet szeretni, nem szeretni, de egész egyszerűen a politika racionalitásából, a politika természetéből, sajnos vagy nem sajnos, de ez következik. Igen, ez bocsánat, csak zárójeles megjegyzés, hogy igen, valóban két vélemény volt, tehát ott, ahol így azt mondták, hogy na, akkor megegyeztünk, és akkor egy ember indul ezen a bizonyos előválasztáson, ott az, hogy tessék, minden le van játszva, a másik pedig, amikor elindult kettő, akkor azt mondták, tessék, egymást törik, hát ez nem a robot, hogy összefognak, tehát ez fantasztikus volt. Hát igen, az ellenzéki közvéleményre szerintem jellemző, hogy nem nagyon lehet feltétlenül a kedvében járni. Ez egyébként a ellenzék, hogy mondjam, sokszínűségéből is következik, tehát az ellenzéki szavazókra nem szabad egy homogén csoportként gondolni, különböző véleményű, gondolkodású szavazók vannak. Ugye ne felejtsük el, hogy vannak olyan pártok és olyan pártoknak a szavazói, akiknek 3-4 éve ugye még a összefogás vagy a teljes választási együttműködés ugye szóba se jött, arra építették a politikai identitásukat, több párt is egyébként, akik most az együttműködésben részt vesznek, hogy ők önállóan, és nem szabad összeolvadni. Tehát hogy itt különböző féleképpen gondolkodnak a szavazók erről, az szerintem egyáltalán nem baj, sőt, ez hogy tök ne, jó, hogy sokféle hang van. Én azt gondolom, hogy itt, amit nem szabad elfelejteni, amikor ezeket a vitákat látjuk, és akár majd lehet, hogy később még beszélünk róla, ugye a balhés egyéni választókerülete, Zugló, stb. Ezek a viták nem feltétlenül szépek, de, és ahol 2-3-4 jelölt esett egymásnak, most itt nem feltétlenül a balhéra, hanem csak egyszerűen ugye elindultak és kampányoltak, és ezt sokan úgy értelmezik, ugye, hogy egymásnak estek. Ezek nem feltétlenül szépek, nem feltétlenül a feltétel nélküli együttműködést mutatja, de az a helyzet, hogy ezeket a vitákat valahogy le kell rendezni, és sokkal jobb, hogy egy ilyen folyamatban rendeződik le, amit a választók irányítanak, és ami több mint fél évvel megelőzi a rendes választásokat, mint hogyha az történne, hogyha kicsit visszaemlékszünk 2018-ra, hogy a pártok ahelyett, hogy a választási kampányban kampányolnának, ahelyett egymás haját tépik, hogy így fogalmazzak, és egyes választókerületekben 2018-ban, még a választás napja előtt, akár 2-3-4 nappal nem lehetett tudni, hogy végül kilép vissza, kinek a javára, miért, és ment a esélyes jelölt találgatás, ide-oda, stb. Tehát ennél azt kell, hogy mondjam, hogy minden jobb, és ez meg sokkal-sokkal jobb, mert így tényleg a választók kezébe van adva a döntés, tehát küzdhet egymás négy jelölt, lehet esetleg egy picit, hogy mondjam, negatívabb hangulatú a választási kampány, de végül a szavazók el fogják dönteni. Itt ugye a lényeg az, hogy mindenki elfogadja a választás eredményét, és utána tényleg beálljon a győztes mögé, és hát ez egy borzasztó érdekes kérdés. Tehát ez egy rettenetesen érdekes kérdés, hogy ez iszonyú tudatosnak kell lenni. Tudnélik, mert azt mondjam, én nekem volt egy emberem, és arra rászom, és vesztett, és akkor, és ebben a pillanatban nekem át kell az agyamat így drótoznom. Ugye ebből a szempontból például borzasztó érdekes a miniszterelnök jelölti szavazás is, hogy ugye hát amerikai mintára alelnöké választom-e a vesztes felet, vagy felajánlom neki már előre, hogy feltétlenül számítok rá, ami szerintem nagyon-nagyon fontos lenne ebben a szituációban, vagy pedig, hát ugye magyar módra, hogy akkor hát ugye a legyőzött ellenfelet, hát nem elég ugye legyőzni, hanem nem is tudom, bele kell taposni az agyakba, és így ugrálni a torkán, és nevetve a táncolni a sírján sokáig. Szóval, hogy ez hogy fog működni? Nagyvonalúság, ilyen elengedés, megbocsátás, felnőttség, logika, olyan dolgokra kellene, hogy visszakerüljenek a politikába, a rendszerváltáskor megvoltak, de aztán teljesen kikoptak belőle. Ez jó kérdés, hogy lesz, hogyha az egyéni kerületi szintet nézzük először, aztán majd beszéljünk persze a miniszterelnök jelöltekről. Ott azt gondolom, hogy ott színes lesz a kép, tehát nem egyszerűen tényleg a egyéni választókerületeken, adott jelölteken fog múlni, hogy mennyire fogadják el. Vagy hát én azt nem gondolom, hogy ne fogadnák el az eredményt, tehát arra mondjuk arra számítok a legkevésbé, hogy mondjuk valaki fogja magát, és akkor függetlenként elindul attól, mert kikapod, lehet mondjuk tényleg a szélsőség, ugye inkább az a kérdés, hogy mennyire, hogy mondjam, aktívan és teljes szívből kampányol majd a győztes jelölt mellett. Ez biztos, hogy teljesen eltérő lesz egyéni választókerületenként. Ugye amit itt még érdemes, ez is már egy kicsit ugye
ilyen technikai rész, vagy ez már az ilyen politikai boszorkánykonyha, ugye, hogy azért biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan vesztes egyéni jelöltek, akiket mondjuk egy valószínűleg bejutó listás helyjel például tudnak kompenzálni, tehát ilyen, ha valaki egy szoros egyéni versenyt éppen elveszített, akkor őt azért, hogy mondjam, lehet kárpótolni, és azért mégiscsak lehet eredménye az ő erőfeszítéseinek, tehát ilyen értelemben nem minden vesztes jelölt lesz tényleg vesztes, attól még politikai térben és 2022-ben egyébként bőven lehet lehetősége. Miniszterelnök jelölti szinten azt gondolom, hogy ugye Magyarországról talán a egyetlen, hogy mondjam, kiinduló pontunk, amit vizsgálhatunk, az a 19-es főpolgármesteri előválasztás, ahol azért viszonylag utána megtalálta mindenki a helyét a rendszerben, tehát ugye például Kerpel Frónius Gáborból a főpolgármester helyettes lett, Karácsony Gergely főpolgármestersége mellett, tehát azért nem az történt, és a kampányban is egyébként azért láttuk, hogy talán a Momentumos főpolgármester jelölt egy kicsit aktívabban kampányolt Karácsony Gergely mellett, mint mondjuk Kálmán Olga, de Kálmán Olga is ugye azóta is részese a politikának, most éppen egyéni jelölti induló. Tehát azért ott nem történt szerintem olyan, hogy na, akkor nyertünk, és a veszteseket megtöngöljük a földbe. Én azért arra számítok, hogy ez most is így lesz. Az a helyzet, hogy egyik jelölt sem lesz megkerülhető az előválasztás után. Tehát ezeknek a jelölteknek tényleg kerüljön ki akárki is győztesként a második fordulóban. Mindenkinek van egy komoly feladata, én azt gondolom 2022-re nézve. Mindenki egy kicsit más típusú szavazókat tud megszólítani, más a karakterük, ez szerintem nagyon szépen kijött a kampányban. Tehát tényleg mind az öt jelölt nagyon különböző szavazókhoz tud eljutni, nagyon különböző témákkal. Tehát én azt gondolom, hogyha itt tényleg a győzelmet tartják szemük előtt ezek a miniszterelnök jelöltek, és majd a végén győztes miniszterelnök jelölt, akkor bizony számítania kell arra, hogy a négy vesztes miniszterelnök jelölt segíti az ő kampányát, mert egész egyszerűen más tud behozni abba, mint amit ő. Furcsa módon azt érzékeltem, nyilván ez egy ilyen, hát igen, hogy is mondjam, remény, de hogy azt érzékeltem, hogy ezáltal lementek a miniszterelnök jelölti viták, hogy ezekről a vitákról, mert lementek a viták, meg a vitákról szóló vitákról is voltak viták, hogy egy picit hátrányba került a Fidesz ezzel, mert hogy nem mutatta meg az arcát, nem mutatta meg a, hát mondjuk Orbán Viktort nem kell megmutatni, ő megvan elég rendesen már, de hogy egyszerűen úgy érzem, hogy azáltal, hogy kivonja magát teljes mértékben ezekből a nyilvános, egyszerűen csak, ha nem is a vitákból, de legalább abból, hogy kifejtenék, hogy mit is akarnak, ezzel annak ellenére, hogy tudjuk pontosan, hogy milyen előnyei vannak a kormánynak, meg a Fidesznek, mint egy picit úgy érzem, hogy lehet, hogy azért elgondolkoznak azon, hogy nem kéne valahogy kimenni a fényre. Ó, azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Nyilván a Stop Gyurcsány aláírásgyűjtés sem véletlenül most találták ki. És igen, de most... az olyan húzta a szalagot. Ja, bocsánat, most néztem rá az órára, és 7 másodpercünk van a hírekig. Nem követném el azt a hibát, hogy beleszaradok, de azt azért elmondanám, hogy Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója vendégünk, és megyünk a hírek után tovább. Virág Andrea, a reggeli személy, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Igen, akkor most gyorsan ömlesztve, hogy az is érdekes, hogy fognak a jelöltek viselkedni, de a szavazók viselkedése számomra még érdekesebb, ugye most hallottam két elég jó elméletet, nem mintha nekem nem jutott volna eszembe, de mégse. Az egyik az, hogy az emberek egy része azt fogja mondani, hogy hát meg volt a szavazás, kész, akkor ennyi volt, köszönöm, és nem megy el a valódira majd, ami egy eléggé hát rossz látlelet a magyarok elmeállapotáról. A másik pedig az, hogy hát annyira fel sikerült tüzelni magukat itt az előválasztás során, hogy nem hajlandók átszavazni, mert hogy én nem fogok átszavazni. De mindenkit elméletileg is elég sarkos, meg eléggé, de azért biztos lesznek ilyenek, csak az arányokon dúl a vita. Hát én nem hiszem, hogy ezek azért jellemző jelenségek lennének. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy akkor itt most vége van a szavazásnak, az szinte hát
hogy mondjam, kizártnak gondolom. Hát azért lesz itt még egy komoly választási kampány, ahol ráadásul nem csak az ellenzék, hanem a kormánypárt is kampányolni fog, kap az ember szavazási értesítőt, tele lesz az ország, hát többnyire fideszes, de óriás plakátokkal, tehát mondjuk... Hát most az ellenzékre kellett szavazni, azok elmentek, és akkor most azok mennek el, akik a Fideszre szavaznak majd a következő választáson. Ne figyeljenek. Én ennél igen pozitívabban látom a magyar választók, hogy mondjam, tájékozottságát, meg... erre nem mondok semmit. Amennyire értik a választási rendszert, úgyhogy én ilyen szempontból azért nem aggódom. Az, hogy valaki ne szavazna át, ez már talán egy fokkal, hogy mondjam, életszerűbb megfontolás. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azok a választók, akik részt vesznek egy ilyen ellenzéki előválasztáson, ők azért a nagyrészt elkötelezett ellenzéki szavazók, akiknek azért az ellenzéki pártok hónapok óta, de már ha 2019-re visszagondolunk, akkor évek óta, bár ugye az nyilván a fővárosi szavazókat érintette csak, tanítják azt, hogy van egy ilyen folyamat, az előválasztás, ahol valakire szavazol, és utána lesz egy közös jelölt, és beállunk a mögé. Ebben ugye a pártoknak tényleg példát kell mutatnia, tehát hogy mondjam, a vesztes jelölteknek, pártoknak kell buzdítani arra a saját szavazóit, hogy értettük, köszönjük, hogy ránk szavaztál, és nagyon értékeljük, de akkor most menj el, és szavazz inkább majd a 22-ben rá. Hát van ezzel dolga a pártoknak, de én azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók részéről, vagy legalábbis nagy részéről, már akkora volt a nyomás eddig is, hogy legyen együttműködés, hogy itt most már hagyjuk ezt a sok külön pártot, akik ide-oda külön mennek meg, nem tudom, hogy értik. Tehát egész egyszerűen szerintem a választók, vagy az ellenzéki választók elég nagy része hamarabb értette meg azt, hogy mit kell az ellenzéknek csinálnia, mint maga az ellenzék. Sokkal régebb óta van az ellenzéki szavazók részéről egy nyomás az ellenzéken, hogy végre legyen együttműködés és együtt induljanak, mint hogy ezt most az ellenzék egyébként valóban végre is hajtja. Tehát ilyen szempontból azért én azt gondolom, hogy elég nagy lesz az átszavazási hajlandóság. Ugye az egy dolog, amit még említenék, az az, hogy elég sok idő telik el még odáig, tehát több mint fél év van hátra az országgyűlési választásokig. Azért ez elég sok idő, hogy mondjam, a érzelmek átállításához. Ez jó időzítés? Tehát ez az idő, ez így hosszú, rövid, vagy pont megfelelő? Mert pont ezzel gondolkoztam, hogy mennyire ez iszonyú fontos, hogy mennyire van ez a két dolog egymástól. Szerintem megfelelő. A Republikan azért amellett érvelt hosszan, hogy inkább tavasszal kellett volna talán az előválasztásokat lebonyolítani. Nem jövő tavasszal. Nem, még 2021 tavaszán. Ugye ez főként a Covid miatt, de persze mások is voltak, ez nem tudott megvalósulni. Én azt gondolom, hogy most még, hogy nem... Azért nem túl rövid az idő ahhoz, hogy sikerüljön tényleg az ellenzéki szavazókat, hogy mondjam, lelkesíteni a végleges jelöltek, illetve a miniszterelnök jelölt személye mellett is, hogy egy szépen felépített kampányt tudjon majd a kiválasztott csapat tényleg végigvinni. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, és még egy dolog van, ha visszanézünk 2018-ra, amikor még ugye nagyon távol voltunk attól, hogy teljes körű ellenzéki együttműködés jönjön létre, ugye ott inkább ez a ki az esélyes jelölt típusú tippelgetés ment a választás előtti hetekben, hónapokban. És ott is azt láttuk, pedig akkor mondjuk a Jobbik, meg a baloldali liberális ellenzék még hát nem voltak puszipajtások, finoman szólva és sem. És most sem azok, most sem, de most egy kicsit már talán jobban. A fővárosban a Jobbik szavazók, akik listán Jobbikra szavaztak, ők nekik egy elég jelentős része, körülbelül egyharmaduk átszavazott egyéniben a baloldali liberális jelöltre. Ami sok, főleg a 2018-as viszonyokat nézve, az nagyon jelentős, és ugyanez volt megfigyelhető a vidéki, főleg ugye a kistelepülés, sok kistelepülés tartalmazó egyéni választókerületekben, a baloldali liberális szavazók részéről, tehát akik a, nem tudom, az MSZP párbeszéd, vagy a DK listájára szavaztak, a
listán. Ők egyéniben egyébként az esélyesnek tartott Jobbik jelöltre szavaztak egyéniben, mert értették azt, hogy ahhoz, hogy az ellenzék választást nyerjen, egyéni körzeteket kell nyerni. Tehát én azt gondolom, hogyha még egy olyan választási környezetben és politikai hangulatban is egyébként a választók jelentős részéről megvalósult egy ilyen típusú átszavazás, akkor most, amikor már tényleg ugye a pártok maguk is arra buzdítanak, és egy jelölt van, tehát hogy mondjam, olyan nagyon nagy választási lehetőség mondjuk kamujelölteken, vagy másokon kívül nem nagyon lesz. Én ezt a fajta átszavazást, hogy a jelenlegi ellenzéki szavazók integrálódnak majd a végső jelöltek mögött, ezt nem nagyon tartom kérdésesnek. Sokkal nagyobb kérdés, hogy a bizonytalan szavazókból, tehát a jelenleg még nem ellenzéki. Hogy hatott ez az előválasztás a bizonytalan szavazókra? Igen, ez egy izgalmas kérdés. Igen, ez szerintem nagyon izgalmas, ugye nyilván ezt nem fogjuk tudni, hogy mondjuk a szavazók között ugye mondjuk hányan vannak, akik egyébként bizonytalanok, és nem ellenzéki, tehát nem eldöntötten ellenzéki szavazók, de azt gondolom, hogy ez olyan szempontból nem is feltétlenül számít, hogy szerintem, persze szerintem örülünk neki, és nagyon jó, hogyha bizonytalan szavazók is elmennek, és úgy gondolják, hogy bele szeretnének szólni az ellenzék jövőjének alakulásába, ez tök jó, de még ha ez nem is történik meg tömegesen, mert azért én azt gondolom, hogy tömegesen azért ilyen nem történt, akkor is az van, hogy amiről már beszéltünk, hogy egész egyszerűen az ellenzék láthatóvá vált ebben az elmúlt egy-két hónapban. Tehát a bizonytalan szavazó, aki nem feltétlenül tudja, hogy kire szavazzon, vagy akár azt sem tudja, hogy elmenjen-e szavazni, az jár kell az utcán, és azt látja, hogy ott vannak ezek az ellenzéki pártok. Olyan politikusokat ismerhet meg, akiket korábban minden valószínűség szerint nem is ismert egyáltalán, azt se tudta, hogy létezik. És tehát esetleg szimpatikus. És akár neki szimpatikus. Hallja, hogy az ellenzéknek mi a véleménye. Szociális kérdésekben, környezetvédelmi kérdésekben, külpolitikai kérdésekben, tehát sok olyan téma felmerült, ami máskor alapvetően egy bizonytalan szavazóhoz nem jut el az, hogy az ellenzéknek erről a kérdésről egyáltalán van-e véleménye, nem hogy mi a véleménye ebben a kérdésben. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy most nem vitte el ez a bizonytalan szavazókat választani, de az, hogy sokkal inkább megismerhették az ellenzéki pártokat és politikusokat, az szerintem biztos, és ez biztos, hogy nagyon nagyban hozzá tud ahhoz járulni, hogy 22-ben megszólíthatóak legyenek. Nem tudom, hallott-e róla, de Virág Andrea a Republikon Intézettől azt mondta hvg.hu-nak, hogy várakozásairól beszélt. Beszéljen már nekem is egy kicsit. Nem akarom felolvasni ezt, de elég sarkos. Amit valószínűsíthetünk akár a részvétel, akár nagy részben az előválasztás megelőző kutatásokból, az, hogy Dobrev Klára valószínűleg meg tudja nyerni az első fordulót. A előválasztás előtti pár hétben, de már igazából hónapokban is, igazából a legtöbb kutatás őt hozta ki első helyen. És ugye tudjuk is, hogy a DK-nak ugye egyrészt van, most persze ebben kutatások eltérnek, hogy most ők a legnagyobb ellenzéki párt éppen vagy nem, de mondjuk, hogy az ellenzék legnagyobb pártja, akiknek ráadásul egy elég jól mozgósítható szavazóbázisuk van. Tehát ilyen szempontból az előválasztás kedvez a DK-nak. A magas részvétel nem feltétlenül, de önmagában az előválasztási folyamat egyébként igen. Amit még a kutatások alapján látunk, és ebben azért, hogy mondjam, elemzői konszenzus van, hogy az utolsó hely sem igazán kiadó már, Fekete Győr András valószínűleg ötödikként tud végezni ezen az előválasztáson. Én egyébként azt gondoltam talán, hogy még egy-két hónappal ezelőtt egyébként ez nem volt lefutott, tehát... Én Márki Zajra tippeltem volna, de nem kutattam ezt ki. Megmondom őszintén, hogy én is, de az előválasztás előtti egy-két-három hétben a Márki Zaj kampány az elindult egy elképesztő felfele menő trenden. Már ugyan én tényleg nem szeretek túl sokat beleolvasni az összeügyűjtött aláírások számába, de ugye már ott is látszott, hogy ő nagyjából egy picit több aláírás gyűjtött össze, mint Jakab Péter, pedig hát a két párt, vagy két szervezet, igen, mert nem párt. Más egy kicsit a szervezettség, más a lefedettség, ez kétségtelen. Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy talán még voltak olyanok is, akik azon is elgondolkodtak, hogy egyáltalán a Márki Zaj össze tudja gyűjteni a 20 000 aláírást, ami kell a
miniszterelnök jelöltséghez, ehhez képest majdnem 35 ezret össze tudott gyűjteni. Fekete Győr András ennyit nem gyűjtött össze, Jakab Péter is nagyjából ennyit gyűjtött össze, pedig hát tényleg eltérő szervezetekről beszélünk. De a kutatásokban is látszott, hogy a Márki-Zay folyamatosan lehagyja egész egyszerűen Fekete Győr Andrást az utolsó helyen, sőt, egyre inkább közelíti Jakab Pétert, és szerintem ez az most talán az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki lesz a harmadik helyezett. Hát hogy nehéz, ugye itt ezen dobott valamit a hát hogy is mondjam, az Orbán Gáspár féle outingolása a Márki-Zaynak? Lehet látni a töréspontot? Mert ez egy borzasztó izgalmas kérdés számomra, hát főleg morálisan és újságíróként, hogy jó ötlet volt-e, vagy részéről, vagy nem. Én szerintem mindenképpen rossz ötlet volt, de hogyha hozott szavazatokat, az egy érdekes helyzet lehet. Hát igen, ebben ugye a személyes véleményt nehéz félretenni, de elemzői szemmel azért hogy mondjam, természetesen nem teljesen beazonosítható, hogy pont minek köszönhető, de igen, tehát az látszott, hogy az ő kampánya elkezdett láthatóvá válni, jelen volt. Egyébként neki szerintem nagyon sokat segítettek a viták, ő mind a két miniszterelnök jelölti vitán egyébként elég jól szerepelt. Uh-huh. Ugye ő is egy nagyon más karaktert hozott, mint igen. bármely más jelölt, tehát sok olyan szavazó, aki ugye egy kicsit azért, hogy mondjam, nem rajong a politikáért feltétlenül, nem bízik annyira a politikusokban, és azért ilyen szavazóban van bőven ebben az országban. Nekik ez a Márki-Zay féle pragmatizmus, kicsit ugye ilyen független, civil hozzáállás, ez szimpatikus lehetett, és a magas részvétel is egyébként neki például, azt már a előválasztás előtt is tudtuk, hogy neki szerintem Karácsony Gergelynek és egyébként Márki-Zay Péter a másik jelölt, akinek egyértelműen kedvez a magas részvétel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés, hogy egyébként végül ő be tud-e jönni harmadik helyre, ugye ezt elvileg ma megtudjuk. Ha bejön, akkor ő Jakab Pétert előzi? Tehát az azért lehet tudni. Igen. Tehát nem, gondolom nem Karácsony Gergelyt vagy Dobrev Klárát. Valószínűsítető, hogy nyilván nem tudjuk 100%-osan. Hogy mondjam, igen, valószínűsítjük, ugye azért a kutatások alapján, az előválasztás előtti kutatásokban azért Karácsony Gergely elég egyértelműen a második helyen volt, ahogy mondtam az imént, a magas részvétel kedvez neki. Hát én azt, hogy ő tud bejönni második helyre, azt elég valószínűnek tartom. Vagy elsőre. Ha nem tudom, a magas részvétel az arányokon változtat, akkora volt a különbség, vagy akár fordulat is lehet ezáltal. Akár fordulat is lehet, bár én azért tényleg a DK szavazóbázisának a méretéből és a mozgósítási képességükből azért inkább azt mondanám, hogy itt az a kérdés, arány, hogy mennyire szoros. Tehát, és ez a második fordulóra ugye elég fontos lesz, hogy milyen arányokkal fordulnak. Ez fontos fordulnak. Egyébként, hogy a második fordulóra előjelez valami. Tehát ha valaki megnyeri az első fordulót, a hármast, akkor az hát egyáltalán nem biztos, hogy megnyeri a második fordulót, hiszen ugye itt nagyon fontos az, hogy alakul a negyedik és az ötödik helyezett hova küldi a szavazóit. Az izgalmas lehet? Hát sőt, van egy még izgalmasabb kérdés szerintem, hogy egyébként bejutnak-e hárman a második fordulóba, mert ez ugye egyáltalán nem biztos, ugye nem elég harmadiknak lenni, legalább 15%-ot el kell ahhoz érni, hogy valaki bejusson a harmadik, vagy bocsánat, a második igen. fordulóba. Egyáltalán nem biztos, hogy ez akár Jakab Péternek, akár Márki-Zaynak összejön. Ugye ez attól függ kicsit, hogy egyébként ugye ők mennyire aránytalanul kaptak egymáshoz képest szavazatokat. Tehát én ebben sem vagyok biztos, hogy amúgy három szereplős lesz, legalábbis eredetileg három szereplős lesz a második forduló. De igen, az szerintem az... Nem azt mondom, hogy ez dönti el 100%-ban, de nagyon-nagyon-nagyon befolyásolja a második forduló kimenetelét az, hogy a kieső jelöltek mit mondanak, illetve, hogyha valaki bejut a harmadik fordulóba, bocsánat, ezt mindig elrontom, ha valaki igen. harmadikként bejut tudom, a második fordulóba. Tudom, hogy nekem ilyen van, és én nekem a harmadik oltás a második oltás lenne emiatt, és ugyanezt akkor csinálom ez a ponyodalom. Igen, de oké, tehát második, igen. Tehát a második fordulóba bejut ugyan harmadikként, hogy mondjuk visszalépe, ez is, szóval itt nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van. Szerintem vannak dolgok, amiket azért látunk. Fekete Győr András, én azt gondolom, hogy egyértelműen inkább Karácsony Gergely felé húz. Zárójel. Ők az Olimpia szavazás után, meghirdetése után egy egyenes ágú zuhanásban vannak. Azóta volt-e valami innováció, vagy ők azért ott, az volt a csúcspontjuk nekik, és
Nem, szerintem a csúcspont az a, az a 2019-es EP választás volt. Ott azért az EP választás előtt az volt a kérdés, hogy egyáltalán egy képviselőt tudnak-e küldeni az Európai Parlamentbe, ehhez képest rögtön kettőt tudtak. És ma a DK-ban együtt ők voltak a két legnagyobb ellenzéki párt. Pontosan. Ott igazából azt láttuk, de egyébként nagyjából még, hogy mondjam, szerintem olyan fél évvel, de 9 hónappal ezelőtt biztosan, vagy egy évvel ez egy jó időzítés akkor részükről, igen. Hát igen, ott még igazából a DK-val küzdöttek azért, hogy melyik az ellenzék vezető ereje, igen. Mondjuk egy évvel ezelőtt. Mostanra ez teljesen elmúlt, tehát a Momentum nem nagyon találta meg a hangját ebben a választási kampányban. Kiszerettek belőle az emberek? Vagy ilyenkor mi történhet? Ez olyan izgalmas, mert azért hibát, olyan nagy hibát nem követtek el. Nem, olyan nagy hibát nem követtek el, talán nem volt elég karakteres a kampányuk, azért ezt biztos sokáig fogjuk még elemezni, igen, hogy mi történt itt. Nem találták igazán a hangjukat ebben a választási kampányban, a ellenzéki szavazók szeretnek mindig az erősebb fele húzni, és a gyengébbet kicsit ott hagyni. A Fekete Győr azért nagyon keménykedett ott azért, másnap elvisszük, holnap már azért mindenki bilincsben. Igen, de mondjuk az erősebbet én most úgy értettem, hogy aki a közvéleménykutatásokban erősebbnek tűnik, igen. Tehát hogy mondjuk az akkor, amikor a DK elkezdett felfele menni, ugye a Jobbik is elkezdett tavaly év végén újra megerősödni, amikor ugye Jakab Péter rendbe szedte a párt belső állapotát. Azon a ponton szerintem egy kicsit elindult egy ilyen szavazóvándorlás a két erősebb párt fele, és a gyengébb pártokat kicsit ott hagyják a szavazók, hiszen ugye arra van igényük, hogy most már valaki végre ugye verje már meg a kormánypártot. Tehát hogy Fekete Győr András 5. lesz, persze lehet bármi még, majd ma megtudjuk, de ez szerintem viszonylag lefutott, és az is, hogy a Momentum és Fekete Győr András is sokkal távolabban a DK-tól és Dobrev Klárától, mint Karácsony Gergelytől. Tehát ilyen szempontból az, hogy ők arra buzdítatják majd a szavazóikat, hogy Karácsonyra szavazzanak a második fordulóban, ez szerintem nem nagy kérdés. Ugye igazából ugye Fekete Győr a miniszterelnök jelölti vitákon is folyamatosan inkább a DK-t és Dobrev Klárát támadta, ugye arról beszélt, hogy szerinte kisebb esély van nyerni Dobrev Klára vezetésével, tehát innentől kezdve az a logikus, hogyha ő Karácsony Gergely mögé áll be. A másik szereplő, akiről még viszonylag egyértelműen lehet látni, hogy merre húz, az szerintem Márki-Zay, aki szintén ugye egy elég erős DK ellenes vonalat visz, ő is a vitákban is elég egyértelműen leginkább a DK-t és Dobrevet támadta. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ő, ha nem jut be a második fordulóba, akkor hogy mondjam, igen, azért elég valószínű, hogy Karácsony mögé fog beállni. Ha bejut, akkor ugye érdekes kérdés, hogy visszalép-e. Hát igen, mert azzal nagyot tud valaki dobni, hogyha bejut 3, és abból egy visszalép a másik javára, az adhat akkor a lögetet, hogy a szökési sebességet eléri. Technikailag mit tudunk a mai napról? Tehát körülbelül úgy hallottam, hogy ugye 9-től 10-ig tart ugye a kiválasztás meg az ismertet, és 10-kor kezdik el számolni a szavazatokat. Itt, ha jól sejtem, azért nem az a villámgyors izé van, megnyomom az entert, és kijön az eredmény. Ahogy látom, ilyen szavazat, vagy eredményváró bulik lesznek a városban, például ha valakit érdekel, akkor annak mindenképpen szeretném elmondani, hogy hol lesz, amit tudunk, Márki-Zayék eredményváró bulija, a szlovák sörözőben lesz, 17:30 kezdődik, tehát ez azt jelenti, hogy kb. 17:30, és akkor jönnek az eredmények, vagy ezt nem lehet azért pontosan megfejteni? Amennyire én tudom, az egyéni választókerületi eredmények azért folyamatosan érkeznek majd, és ugye tényleg így van, hogy 9-től 10-ig zajlik egy betanítás. Én arra tippelek, hogy talán kora délután már az első egyéni választókerületi eredményeket megismerhetjük, ha minden zökkenőmentesen zajlik, ami nem mindig szokott úgy zajlani. A miniszterelnök jelölti első forduló eredményét pedig szerintem valamikor reméljük, hogy kora este megismerhetjük.
ismerhetjük. Maradt még három percünk, és persze a legfontosabb, hogy tényleg a balhés kerületek, tehát pontosabban az, hogy ennek az előválasztásnak talán a legnagyobb eredménye Tóth Csaba visszalépése volt, ami hát egészen érdekes. Én nem olyannak ismertem meg ez alapján, aki azt mondja, hogy mérlegel és elérkezettnek látja az időt, azt hittem, hogy pitbullként az utolsó pillanatig harcol, de nem ez történt, ez engem meglepett. Hát elfogyott körülötte a levegő, azt hiszem, és felmérte valószínűleg, hogy az egyetlen, hogy mondjam, észszerű döntés a részéről az az, hogyha visszalép. Ugye eleve, hát tényleg Zugló az fél éve egy kiemelt körzet, onnantól kezdve, hogy Hadházi Ákos bejelentette ott az indulását, folyamatosan balhét követett abban a választókerületben, és talán az egyik, ilyen szempontból az egyik legizgalmasabb körzetté vált. Eleve ugye ott már elkezdődött kicsit szerintem a Tóth Csaba kampány hát széthullása, ha fogalmazhatunk így, amikor a viták voltak, és ugye Tóth Csaba nem ment el a Partizán által szervezett vitára, aztán ugye utána az Ugló TV-ben ugyan volt egy, de azért az már ott probléma volt, ugye Hadházi Ákos felmutatott, vagy bemutatott egy újabb problémás ügyet vele kapcsolatban, és igazából ami nyilván a döntő momentum, hogy így fogalmazzak, volt ebben a kérdésben, az Karácsony Gergely kihátrálása volt. Igen. Onnantól kezdve... Már a beállása is nagyon meglepő volt, a kihátrálása még jobban meglepett. Egy kicsit ettől, hogy is, mert aki oda, a White szeműek azért elgondolkodhattak, hogy mi van? Jakab Péter beállt mögé. És ez az MSZP számára nagyon, nagyon nagy vesztesség, azt gondolom. Az MSZP számára veszteség, hiszen egy szinte biztos parlamenti mandátumot buknak el vele, hiszen mondjuk aki abban a választókerületben megnyeri az előválasztást, nagy valószínűséggel 22-ben parlamenti képviselő lesz, illetve nyilván megint egy ilyen szimbolikus ügy egy korruptnak feltételezett politikusról, aki az MSZP-hez köthető, ebből ugye azért már volt, hogy mondjam, pár problémája a szocialista pártnak, tehát ez nekik probléma, azért látszik, hogy ők is elég hamar elengedték. Azért listán még betehetik, az egy izgalmas kérdés. Hát, az egy izgalmas kérdés, az biztos, tehát ha szerintem Fekete Győr András nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette ki már, hogy a közös listán Tóth Csaba például nem lehet rajta. Hát, tehát jó, én csak azt mondom, hogy azért ha ezt megpróbálná a szocialista párt, abból megint nagy balhék lennének. Ugye itt érdekes, én például amit nem tudok, az az, hogy meg fogjuk-e ismerni egyébként az uglói eredményeket, tehát hogy például milyen volt a szavazatarány, ugye például ezen is sok minden múlhat, hogy igen. Mennyire nyert. Ez borzasztó izgalmas, mert az tényleg, nem is tudom, egyszer az majd, nem tudom, remélem nem titkosítják, azt egyszer meg szeretném majd ismerni ennek a hátterét. Hát eljött ez a pillanat, Mirjam Andreával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával, hogy el kell búcsúznunk.